Igen. Kezdhetem? Éterben vagyunk. Oké. Hare Krishna, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy nagyon üde friss reggelre ébredtünk, és Bhaktipád Dásszal ülök itt Krishna völgyben az egyik nagyon szép tónál. És hát a témánk a horvátországi elvonulás, amit most nem sokára ő fog vezetni, és szeretnénk erről egy kicsit kikérdezni, hiszen az előző Krishna völgyi elvonulás is nagyon sikeres volt. De vajon miért szervezünk elvonulást Horvátországba is? Igen, én is ezen gondolkoztam, hogy Krishna völgy egy szent hely. Mindenki tudja, amikor eljön ide, akkor itt ki tud kapcsolódni, meditálni, megnyugodni, megbékülni. De néha hiányzik egy kicsit a nyaralási hangulat, mint a tenger, és ezért gondoltunk, hogy a Krishna völgyi hangulatot vigyünk el a tengerre. És akkor így kettő dolgot egybe próbáljunk összevonni. Én fordítva gondoltam, hogy nem lenne lehetne egy kis tengert idehozni, de még nem sikerült, úgyhogy hát már kezd. Könnyebb, lassan, igen. Kezd, a sivatag, már van egy kis... Igen, tó az van, sivatag tó. Is lassan, hogyha így folytatjuk. Pálmafák is lehet, hogy lesznek, igen. De Horvátországban viszont biztos, hogy már vannak. És igen. Mi pedig énekeljük a Hare Krishnát, ami azt jelenti, hogy viszont fog esni eső, úgyhogy mégse lesznek pálmafák, meg sivatag remélhetőleg. Úgyhogy Horvátországba szoktunk menni, és volt szerencsém nekem is részt venni hasonló táborban. Ott Siva Ramaswami volt jelen, és tényleg nagyon jó harmonizált a tenger, meg a spirituális előadások. A családok együtt mentek le a tengerhez, akik egyedülállóak voltak, úgy külön a férfiak, külön a nők, tehát nem egy ilyen rossz értelemben véve volt összehangolva nyaralása ez elvonulása, hanem azért tényleg megvolt ez a lelki mélysége, kultúrája az egésznek, amihoz kell, hogy az ember fel is frissüljön, el is gondolkozzon, meditálni is tudjon, és a hely, ahol vagyunk, az is ugye egy Krishna hívő hölgy bérli, tehát ott senki más nem zavar be minket, ez egy nagyon szép hely, és egy nagyon nyugodt és tiszta, és akkor ott ugye főznek az elvonulókra, nagyon finom ételek vannak. Igen. Mit lehet még tudni, hogy épül fel egy nap? Van három alkalom étkezésre, és nap úgy épül, hogy 6 órakor, hogyha opcionális, hogyha valaki szeretne kipróbálni transzcendentális meditációt, vagy lelki meditációt, akkor 6-tól 7-ig van erre lehetőség, lehet jönni, akkor segítünk, megtanulunk, megtanítjunk, az akkor megy 7-ig, utána van szabad idő, szóval úgy építettünk és a programot, hogy ne legyen zsufolt senkinek. Utána van bő idő, 7 órától valaki szeret lemenni ilyenkor tengerbe, mert ott 7-kor nagyon csodálatos az időjárás. És valaki tengerre mennek, utána lesz egy reggeli, és a reggeli után egy előadás, interaktív, most annyira jó sikerült, mert júniusban is volt egy táborunk, hogy hát terveztem előadást másfél óra, két óra, de szünetekkel, de annyira benne volt az egész csapat, hogy 3 órát úgy elment, hogy nem vettünk észre. Igen. Jó hangulat. Ez az igazi, nem? Igen. Tehát amikor igen. Úgy él a dolog. Él. És az akkor lesz ilyen, hogyha az előadó és a közönség egyaránt így nagyon, nagyon érdekelt ebben a témában, és úgy igazán egymásra találnak. Igen, igen. És ez egy ilyen aktív elvonulás lesz. Tehát ugye vannak olyan elvonulások, lehet róla hallani, ami így a csendről szól, hogy meg se szólalnak az emberek, úgy elmélyednek magukban, és hogy ennek is van haszna. Mert tényleg úgy kikapcsolja az ember a világot, de amikor bekapcsol egy másikat, és töltődik lelkileg, az azt hiszem igazán gazdagítja az embert. És miről szólnak az előadások? Előadások szólnak, hát hogyha egy szót mondjuk az a karma törvényről, hogy gyakorlatilag hogyan működik az életünk, kik vagyunk mi, és mert amikor mi tudjunk a világnak a kressz szabályt, és a karma törvény az a kressz szabály, akkor tudjunk megoldani életet, sikeresek lenni hosszú távra, nem rövid távra, megértjünk, hogy mi miért történik, és hogyan tudjunk változtatni a mi sorsunkat, a mi jövőnket.
végül, hogy mi a ember életének az értelme. Azt is ott fogunk tanulni. Ez egy tudományos előadás lesz. Nem kell megijedni a nézőknek, hogy fú, akkor most itt olyan tudományos, hogy senki nem érti semmit. Nem, ez egy védikus tudomány, és ahogy mutatta a múltkori táborunk, hogy érthető. Másképpen elszaladt mindenki, 3 órát senki nem bírna. És most is nem kell aggódni, hogyha valaki fél, mert nem az a terv, hogy 3 órát tartsunk. Ez is fontos. Igény szerint, persze. Igen, mi próbáljunk érzékelni a személyeket, hogyha ott is mindig volt kérdezve, hogy folytassunk, bírjátok, kell szünet? De igen, igen, igen. Szóval ez is nagyon fontos, hogy most nem egy tróma után hazajöjjenek a táborból, lefáradva. És ki kell pihenni. Emelek egy másik tengerpartba, és ki kell pihenni. Igen, hanem ez egy ilyen nagyon jó. És akkor ott mindent megtanuljunk. Lélekről, szóval teljesen kézzelfogható, az a lényeg, hogy nem lesz valami... Alkalmazható, gyakorlati dolog. Igen, nem lesz ilyen, ami sose lehet ellenőrizni. Igen. Megtanuljunk a lélek, akkor hogyan születik, hogyan fog meghalni, hogy hogyan keveredik be különböző helyzetekbe, hogyan működnek a kapcsolat, mi befolyásolja a kapcsolatokat, mi befolyásolja a mondjuk negatív értelemben a szeretetünket, vagy pozitív értelemben a szeretetet. Szóval annyira sok széles paletta ez a törvény, és szerintem ez nagyon gazdagítani fog, mert ember tábor után tényleg, mintha amikor már, tudod, amikor mész valahol, és nincsen GPS-et, akkor valamikor nem tudsz, hogy most hol vagyok. Azt se tudom, akkor most honnan tudja, milyen irányba menjek. Én nekem volt olyan erdőbe, belementem egy erdőbe, és tényleg kész voltam. Nem tudtam, hogy merre menjek. Aztán persze, kijöttöttem. De ez a tudás, ez pont olyan, mint GPS, amikor hazamennek az emberek ez a tábor után, akkor gazdagabb lesznek azzal, hogy tájékozódni fognak a világába, hogy milyen döntés kell hozni, mi történik, akkor most mi legyen. Szóval ez egy nagyon hasznos és gyakorlatias. Milyen érdekes, hogy igazából, hogyha valaki őszintén tesz fel kérdéseket és akar tájékozódni, akkor valahogy biztos rátalál a válaszokra. Tegnap hallottam egy nagyon vicces történetet, hogy valakinek egy ismerőse Tájföldön nyaralt, és eltévedt, és de valami kis faluban, és akkor valami teljesen a falu végi kunyhó előtt álltak, és így mondták magyarul, hogy hát úgy néz ki, eltévedtünk. És a kunyhóból kiszólt egy helyi lakos magyarul, hogy ó, magyarok! És akkor kiderült, hogy ő Magyarországon dolgozott 6-7 éven keresztül, meg is tanult magyarul, de már régóta nem gyakorolta a nyelvet, mert ugye visszament és a felesége is tájföldi. De mit ad Isten tehát, hogy lehet, hogy eltévedünk valahol, de ha erre képes Isten, hogy oda küldjön valakit, nem tudom, ott a dzsungel szélén, tud beszélni, akkor miért ne tudna egy kereső embert akárhonnan is oda irányítani valakihez, aki útban irányítja a lélek dolgában akár, hogy akkor megértse ilyen igen. szinten is, hogy hol van és hogy hová szeretne esetleg eljutni. Igen, ez az a délelőtti programunk, utána ebéd természetesen, az ebéd az vegetáriános, vegán tiszta személyek, akik főznek, ők lelki gyakorlók, szóval ez egy tudatnak, meg a testnek nagyon kellemes és egészséges ennivaló. Utána mindenki mehet nyaralni, kirándulni. Igen, ez egy nagy, azt tudni kell, hogy ez egy sziget, és hogy egy ilyen hegyvidék. Tehát az is nagyon változatossá teszi, ugye, hogy nem csak egy lapos hely, és akkor igen. homokos tengerpart, hanem ez egy kavicsos tengerpart egyébként is. Gyerekbarát is, és ugye egy ilyen hegyvidék, van egy kolostor is ott fönn, tehát ott nagyon jól lehet kirándulni, és fák között árnyas, igen. szép helyek vannak. Nagyon. Hát azért megyek én is már harmadjára, annyira szeretem azt a helyet. Igen, és akkor nyaralás után, vagy a délutáni program, megint, hogyha valaki szeretne, akkor ott megy egy meditáció este, zenéléses, vidám, nagyon jó, mantra meditáció, nagyon sokan szeretik, tisztítja a szívünket, adja lelki élményeket, akkor arra mindig várunk a
tábor részvevők, és meg itt opcionális, aki úgy érzi, hogy inkább más program legyen, természetesen. Kolostor, nagyon jó, hogy említettél, kedvenc helyem. Nem mondom most sokat róla, de ez egy olyan erős lelki hely, majd ott úgyis elmesélünk, amikor eljönnek velünk. Nagyon különleges helyen van, ugye 400 éven át épült, egy pár mondatot azért mondom róla, és három szerzetes kezdte el, és lehet érezni, hogy azok a személyek, akik ott voltak, ők tényleg imádkoztak. Ők keresztények voltak, de hát ez egyáltalán nem probléma, mert Isten szeretet minden fölött áll, ahogy mindenki tud elérni lelki élményeket a saját utokon. Legyen hiteles, ez egy fontos, és ott lehetett látni, hogy ezek a személyek lelkiek voltak. És arra közösen el fogunk menni, kirándulni. Az pont nem is muszáj menni egyénileg, hanem együtt az egész csapat benne lesz a programban. Na, akkor megyek én is, mert én múltkor kihagytam el. Kisfiam 3 éves volt, és nem tudtuk magunkkal, én csak hallottam róla, hogy ez mennyire egy szép, és tényleg mennyire jó. Nagyon jó, igen. Hely. Mi látunk kommenteket, hogyha vannak kérdések. Igen, tudjunk válaszolni, hogyha lesznek kérdések, és látom, igen, itt írnak, ilyeneket küldenek, meg ilyeneket küldenek. Fontos kérdés, hogy akit ez érdekel, és tetszik, és szívecske, meg minden, hogy akkor ő hol jelentkezzen, hogyan tud esetleg még bekapcsolni, mikor lesz ez a tábor, azt sem hangzott el, hogy igen, ez végül fontos. Is nagyon jó, nagyon szép, mikor. És akkor megbeszéltük, utána köszönjük viszontlátásra. Mikor lesz, és mikor, hol lehet jelentkezni, igen. És hogyan. És mettől meddig tart, hány napos, tehát néhány igen. Ilyen adatjellegű dolgot szeretnénk még megtudni. Szeptember 1-től 8-áig, akkor érkező, 1-én, 8-án kiutazás. És hol lehet jelentkezni? Szavakban most mondom, hogy Vega tábor, van weboldal, meg a Facebookon is van oldalok, de a mi barátaink az élő, lehet, hogy már most, lehet, hogy utána, itt a leírásban a videóhoz kirakják a linket hogy hol lehet jelentkezni mindenféleképpen, igen. És ez Bracs szigete, és az utazással van valami gond? Tehát kell félni akár attól, hogy védettségi igazolvány kell ide, lezárnak, kizárnak, bezárnak. Igen, köszönöm szépen, ez egy fontos kérdés, mondhatjunk sok szemszögből kulcs kérdés. Ha nem tudok kimenni, akkor nem tudok menni. Igen. Volt, vagy vannak egyfajtából információk, ami pletyka szinten mennek a szochálozatokba, jaj, most ez zárnak, most az zárnak, szigorítják jobbra, karanténba, meg minden. De hiteles, tegnap friss híreket kaptam, direkt utána jártam, és nem fog zárodni sem Magyarország, legalább szeptember 2. feléig, addig nem, közepéig mondjuk így. Nem zárnak az országokat, és meg kell nézni, szerintem vagy a teszt az kell, vagy a oltókártya, de nem lesz másféle. Ami most működik, ennél nem lesz szigorúbb ez a lényeg. Igen, nekem van mindenem, van kártya, oltás, meg teszt is van, amit nekem fontos, hogy tudjak menni, hogyha kell menni. Bevállaltál mindent ennek érdekében. Persze, engem bármit zavar. Jó, hát nem vagyok. Kis megvéd. Így van, nem probléma. Biztos. Igen, nem agitálok senkit, de úgy látom, van ellene nagy agitáció, ne csináljátok, de mindenki. Nem szabad befolyásolni, ez a mi véleményünk, mindenkit döntsen magának. Hát, így is, úgy is Istenre bízza magát az ember. Igen. A végső az, hogy akár így, akár úgy, de ő védi meg az embert, és igen. Talán ez a bizalom a legfontosabb. Igen. Kinek ajánlod még ezt a tábort így búcsúzóul? Mit gondolsz, hogy mindenkinek szüksége van elvonulásra, vagy valakinek nem kell, vagy azért mindenkinek ajánlanád, vagy ki az, akinek legjobban ajánlanád? Én mindenkinek ajánlom, de kiemelnék azokat, akik fiatalkorban vannak.
mert ők előtte még van az életük. Én csak magamra, mert te is fiatal voltál, amikor megismertél az életnek a valós alternatívákat. Én is emlékszem, nagyon örültem, hogy élet elején kaptam a válaszokat. Akkor még mondjuk Krisna tudattal nem találkoztam, de karmáról akkor tudtam, és nekem ezt nagyon irányba rakta, és megvédte engem olyan lépésektől, amitől lehet, hogy sajnálni egész életemben. Szóval ezért a fiataloknak azért fontos, mert jó az egyetemek, meg másféle iskolák, ahol tanulnak, de jó lenne kiegészíteni egy nagyon praktikus tudással. Ezért elsősorban mondjuk így nekik, és nem az utolsó sorban mindenki másnak, mert az életet sose késő jó irányba hozni, és boldog lenni. Mert végül ez a tudás, ennek a tudásnak a célja, a missziója boldogra tenni az embert. Hogy na sonchati, na kangchati. Hogy ember ne aggódjon, ne féljen, ne stresszeljen, legyen önmaga. És ezért önismereti tábor. Igen, nagyon jó neve van. Igen. Hát köszönjük, van még valami egyéb üzeneted esetleg, amit kihagytunk? Vagy nagyjából elhangzott? Nagyjából igen, minden. Most nézem a kommenteket. Írja a Gyuri. Gyuri írja, hogy már nagyon alig várja, hogy jöjjön. Na, akkor ő már biztos jelentkezett. Igen. És akkor a szervezőnk, itt lehet látni, Dharmista Dasi, itt van a kommentben, akkor olvassátok, ott vannak a legfrissebb hírek, hogy hogy lehet eljutni. Ez most a utolsó, nálunk utolsó kommentnek látszik. Olvassátok el, mert ez a legpontosabb és leghitelesebb hírek, mert ő a szervezi a tárgyat. Legjobban tudja a milyen az útvonal, milyen az időjárás, mik a törvények, mindent biztos, minden, hogy figyel. Minden tud. Igen. Igen, és akkor, és a többi információk a Vega tábor, meg lehet, hogy megkérjünk a Dharmista Dasit, hogy rakjál, kérdünk linket is a táborról. Akkor nem kell várni senkinek, már itt a link mindjárt. Hát nagyon szépen köszönjük, nekem nagyon jó emlék a mai napig, remélem még egyszer eljutok oda Bracsra, mert tényleg nagyon szuper hely, és nem csak, hogy a hely önmagában már eleve gyönyörű és hihetetlen jó út lenni, de tényleg nagyon tartalmasak ezek a vegatáborok, és Bhakti Párdásszal pedig még nekem ez a 20 perc is nagyon tartalmas volt, úgyhogy így ezt ajánlom tiszta szívből mindenkinek, és további szép napot kívánunk nektek innen Krisna-völgyből. Köszönjük szépen, és várunk mindenkit táborba. Köszönjük. Hare Krisna. Szép napot. Hare Krisna.